Tudtam, hogy el fogsz jönni. Mindig csak téged hív, Angelo. Jöttem, ahogy csak tudtam, Róza néni. Hogy van a papa? Még idejében jöttél. Mindannyian Isten kezében vagyunk. Eduardo, Angelo van itt. Papa, megismer még. Ja. Papa, van valami kívánsága? Ajaj, könyörülöm. Könyörülöm. De szemét, Mauskalcone! Papa, ezt miért kaptam? Te gangster! Rabos és lapsz és lövöldözöl! Szégyent hozol a családunkra! Bocsánat, papa. Mivel békíthetném ki magát? Most már mindent megtenni a papának, hogy boldogan halljam meg. Hát igen, papa, persze. Tehát a halálomat kívánod? Nem, papa, dehogy! Angelo, Angelo, ígérj meg nekem valamit. Kérjen akármit, meg lesz. Esküdj a családod előtt, Clemente atya előtt és Jézus Krisztus előtt, a Madonna előtt. Mire? Esküdj meg, hogy becsületes útra térsz. Hagyd azt a szégyen teljes élet. Na de, papa, én... Peter Clemente! Itt vagyok, fiam, itt vagyok, fiam. Esküdj meg! Esküdj! Na jól van, papa. Ha ettől megnyugszik, hát frankó leszek. Esküszöm. Most már meghalhatok. Ezt még azért, hogy el ne feledd. L'amour attend de la città, l'amour. La 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 la. L'amour. Resto ma tenga che l'ami già. Resto. La 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 la. L'amour. Ah, deve vivere, deve piacere. Filmszínházunk bemutatja Sylvester Stallone Gatti Oscar főszereplésével az Oscar című filmet. Fortunatissima per verità, fortunatissima per verità, la 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 la. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donna ragazze, vecchie fanciulle, quella parrucca, presso la dorbo, quella sanguigna. Prezzo biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, ma la parrucca, prezzo la parra, prezzo biglietto. Figaro, 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 ahimè, ahimè, ti puglia, ahimè, ti colla, una alla volta, per carità, per carità, per carità, una alla volta, una alla volta, una alla volta, per carità. Zene, Elmer Bernstein. Figaro, son qua. Ehi, Figaro,
Fényképezte Mac Abelk. Írta Claude Magnier. Forgatókönyv Michael Barr és Jim Mangold. Abramo Figaro, bravo bravissimo, Abramo Figaro, bravo bravissimo, ti fortuna, ti fortuna, non è che ra, la 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 la. A filmet rendezte John Landis. Egy hónappal később. Négy millió munkanélküli. Újabb bankok mentek csődbe. Lesz bele, és én. Full House. Fenébe, nem löföltél. Halkabban, felébred a főnök. Jó van, Csucsók, bezárt a bazár. Ász, esd neki a dinnyegömböknek. Jól van, adjál már. Szedd magad. Ma van a főnök nagy napja, nem érted? De, Franco Provolone a jó útra tér. Itt valami nem kóser. Ki hallott már Franco nevű bankáról? Beszállj egy bankba. Ez nem Franco. Ez biztos Schwindli. Ez nem Schwindli. Bankárok jönnek szerződést kötni délre. Jesszusom, mindjárt odaég a pitém. Biztosan tudja a hír, fecsegő. Tudti a hír, vendetti úr. Halt biztos. És még ma meg fog történni. Tudtam. Szövetkezik Obenionékkal. Adja már ide a kezét. Obenionékkal, úgy van. Csak is ez lehet a terve. Mi biztos vagyok benne, hogy emlegették is az Obenionék nevét. Maga hisz ennek a téglának? Én fizetett besúgó vagyok, az pedig tisztességes foglalkozás. Megkaphatnám most a kis pénzecskémet, Mr. Vendetti. Adj neki egy 20-ast. Ó. Ez hűségpénz. Szólj, ha hallasz valamit. Bennem megbízhat. Nagyon köszönöm, Mr. Vendetti. Nagyon köszönöm. Gyanúsan nagy volt a csend. Provolone nagy fogásra készül. És mi ölbetett kézzel várunk? A 11. parancsolatot követjük. Csapj le, mielőtt fele barátod lecsap. Végeztem a körmével. Ne végezzek valami mással is. Grand kapitán sírja izgalmasabb látvány. Már Istennek, mára végeztünk. Tumi pokoli dühös lesz. Évek óta próbálja elkapni Frankót. Azt ugyan leszheti. Csodát vár tőlünk. Az a fickó 3 hete a járdát se piszkolta be. Ez Tumi. Most rajtad a sor. Tessék, Tumi. Gondolom, azóta sincs semmi újabb hír arról a híresen Franco fiúról. Mit tehetek én róla, ha? Miért nem figyeltek jobban? Úgy hírlik, szövetkezni fog Obenionékkal Chicagóból. Viszlát. Adjuk már a fenébe, Tumi, zsiványból is lehet rendes polgár. Frászt, ismerem a fickót.
és én mondom, hogy kutyából nem lesz szalámi. Talán szalonna? Akkor se, Franco. Amint történik valami odaát, akármi legyen az, felhívnak engem. Értve? Értve. Hé, oda is. Jövök már. Nicsak. Itt a kicsi Anthony. Egy bazi járkánnyal. Beszélnem kell Provolone úrral. Mi? Hey! Lője már le azt az izét! Beszélnem kell Provolone úrral. Azonnal. Nem emlékszem, hogy beírtalak volna az előjegyzésbe. Nem ám. Itt vannak a Finucci fivérek 9:30-kor. Dr. Poole 10:30-kor. Clement atya 11-kor és a bankárok délben. Könyvelő sehol sincs felírva. Kérlek, Aldo, ne cseszekedj! Ez írtósürgős. A főnök sose kell fel 9 előtt, ezt még a zsaruk is tudják. Rám lesz dühös. Rád lesz dühös, de nekem kell felébresztenem. Mondd, hogy életbevágó kérdésről van szó. Oké. De nem lesz elragadtatva. A nappaliba várakozhatsz. Ennek aztán van vér a pucájába. Szétbuzerálja a napi rendemet. Mit képzelsz, hová mész? Felébreztem a főnököt. Szigorúan megtiltotta. Pihennie kell a bankárok miatt. Sürgős ügy. Te csak fedez. Csak aztán meg ne bánja! Megmondta a főnök! Azt mondta, életbe vágó főnök! Ne szólítsatok főnöknek, az tiszteletlenség! Bocs, főnök! Nézd csak a kis Anthony! Vége a Szesztilamnak, vagy mi van? Beszélhetnénk négy szem közt, uram. Nem úgy vagyunk? Áldó reggelit. Grapefruitot. Gusztusosan szeletelve. Pirítus. Csak enyhén. Sonkát. Soványon. Kávét. Tej nélkül. Cukorral. Hozd. Már is, Franco. Hoppá. Provolone úr vagyok, különösen a bankárok előtt, megértette? Igen, Provolone úr. És az udvaron eszek. Vagyis az átriumban. Igen, Provolone úr. Ahogy kívánja, Provolone úr. Tudod, fiam, mi az az átrium? Nem, uram. Udvarszerű oszlopoktól övezett térség. Köszönöm, uram. Ezt nem tudtam, uram. Csücsülj le, Anthony. Minden nap megtanulok egy új szót. Ha te is fejlesztenéd a szótáradat, nem csak revizor lehetne belőled. Könyvelő, uram. A mai napra felírt szó expeditív. Annyi, mint hatékony és gyors. Akkor hát legyünk expeditívek. Mi olyan fontos, hogy felébresztettél? Akkor, Provolone úr, tisztelettel bejelentem, hogy fizetésemelést kérek. Lehet, hogy nem értettem kristálytisztán. Mit akar a fickó? Béremelést kér. Akkor jól hallottam. Megőrültél? Hallgasson meg, kérem. Van ennek bőr a pofáján? Pofátlan apak, főnök. Nem vagyok főnök. Pardon, főnök. Tudom, nem alkalmas ez a nap, uram. Azt mondod, fiam? Ha minden jól megy ma... Kopogja le, főnök. Bankigazgató lesz belőlem. Hallottam róla, és nem is háborgatnám, ha... A szerelemtől nem volnék zavarodott. Mi köze a szerelemhez ennek az egyénnek? Szerváltam a reggelit. Szervíroztad, te fajankó. Beiratlak dr. Poole beszédgyakorlatára. Ha én tanulhatok, te is tanulhatsz. Annak agyára ment a jómodor. És ne feledje, nem sokára jönnek a Finucci fivérek 9:30-kor. Jól van. Gyere, fiam, menjünk az átriumba. Ez tetszik a külvárosi kölköknek. A feleségemnek jó ízlése van. Ő rendezte be. Na. Milyen hölgy miatt keltem 8:43-kor? Tessék, uram. Azt mondtad, szerelmes vagy valamiféle nőbe. Ó, az egy gyönyörű lány. Egy gazdag családból való. Ma reggel fogom megkérni. A szerelem hatalma.
Áldásom rátok, és legyetek boldogok a menyasszonyoddal. De hát így nem vehetem el, amíg nem biztosítom a megszokott jó módot. Szakíts vele, ez csak a pénzedet akarja. Nem, dehogy épp ellenkezőleg. Kedves és jóságos, érzékeny lélek. Szeretném látni azt a nőt, aki így az ujja köré tudott csavarni. Jól van. Mennyit keresel? Havi 400-at. Na és mennyit szeretnél? Havi 1400-at. Kérem, gondolja meg nyugodtan. Én már átgondoltam. Takarodj az átriumomból! A nagy Anthony nem volna büszke rád, ha hallaná! Apám sírjára mondom, nem akartam felizgatni. De magának fogalma sincs, milyen nehéz, hogy nem könnyű egy fiatal pár indulása. Ezt magyaráztam Lipinski úrnak is. Lipinskinek? Igen. Myron Lipinski úrnak. Lóvés Lipinskinek, a gangsternek? Mit kerestél te annál a mocsoknál? Új könyvelőt keres, az előző meghalt álmában. Az a gyáva szemét nem merte lelőni, amíg ébren volt. Nem is olyan szemét, uram. Mr. Lipinski megadná nekem a havi 1400-at. Az az álmok kígyó. Az én legjobb embereimre fáj a foga. Na jól van, megadom a... 1200-t. Ó, oh, provolone úr. Mélyen meghat engem az ön bizalma. Ez a srác jobb pénzbe hajtó, mint könyvelő. Akkor számíthatok a havi 1200-ra. Igen, megkaptad. Menj. Már megkérheted. Provolone úr, van szerencsém megkérni az ön lánya kezét. Hogy mondtad? Igen, az ön lánya szédített meg. Az én lányom? Honnan ismered a lányomat? A klub 33-ban találkoztunk. Abban a lebújban? Az egy nagyon kultúrált lebúj. Nem lehet az, ha az én sorömet méri. Főnök, kérem, csillapodjon, majd én elintézem. Hát nem megmondtam. Add csak ide. Ide. Mi már nem abban a buliban játszunk. Déltől bankárok vagyunk. Akkor már felkelhetek, Provolone úr. Sajnos felment a pumpa. Semmi baj. Tisztelettel emlékeztetem, hogy megkértem a lánya kezét. Szaros havi 1200-zal! Ő többet érdemel! Így van. Kereshetne a férje 1400-at is. Akár többet is! De nem te leszel az. Kani, hozd a gyomorkeserűt. De hát az áldó dolga. Akkor hozasd áldóval. Igen, főnök. Nem vagyok főnök. Pardon, főnök. Na ide figyelj. Azt hiszed, beleegyezek, hogy elvedd a lányomat a pénzért? Provolone úr! Nem a pénzért kell a lánya. Bebizonyítom. Na és? Hogyan? Az esküvő után. Minden pénzem nekiadom. Na és mennyi az, te csóró? $48,642.30. Ezt a havi 400-ból spóroltad? Elloptam magától. Micsoda? Van pofád bevallani, hogy 50 rongyal megloptál? Ez egy tettű. Akarja, hogy ledurrancsam? Ide a pisztollyal. Hányszor mondjam még? Te már csak inas vagy. Inas? Az a műszer a családi hagyatékom. Milyen megható. Magyarázatot követelek tőled. Akkor az elején kezdem. Csak onnan, hogy lopni kezdtél. Amikor felvett könyvelőnek, a könyvei rosszul álltak. Csak azt nem mondd, hogy most jól állnak. Lehet, hogy mínuszban vagyok. A rezsi magas volt, a tiszta haszon alacsony. Én megfordítottam. Megkaptad érte a habcsókodat, nem? Fogtam a védelmi bevételt, és befektettem a piaforgalom növelésébe. Így tudtam lecsípni 10 centet sörönként. Gyarapítottál, hogy meglophass. De történt valami. Bizony nagyot hibáztam. Az került 50 000-be? Kérem, ne lője le a poént. Ó, bocsánat. Volt még egy kis hibám. A könyvekben csak 5 centtel csökkentettem a költségeit 10 cent helyett. Amikor rájöttem a hibára, eljöttem elmondani önnek.
Nem emlékszem rá. Chicagóban volt. Bálint napja volt. Pofa be! Tudom, hogy Bálint nap volt, mert akkor ismertem meg a lányát. Abban a lebújban, McCallum. Azonnal beleszerettem. És abból az 5 centes tévedésből lett a boldogságom kulcsa. Átírtam a könyveket, és elraktam a töbletet. Jól tudtam, hogy a jólelkű Angelo Provolone nem sajnálja azt a pár fityinget a vejétől, hiszen amúgy is a lányának gyűjtöttem. Elvarázsolt egy fickó. Képenbe vigyorogsz, és közben hátba döfsz. Nem vagyok büszke rá, uram. De akármit cselekedtem, csak a lányáért tettem. Szeretitek egymást, mi? Ó, nagyon! És tud arról, hogy te ide jöttél? Nem, uram. És ő szeret? Ó, persze, bizonyosan. Hiszen tanújelét adta. Mi tanújelét? Aldo! Neki mi köze hozzá? Csak a szóda bikarbonát hozza. Minek? Ne feledje, uram, 1931-et írunk, és felnőtt férfiak vagyunk, ugye? Bökd már ki végre! Lefeküdtem a lányával. Mi? Írjátok ki! Nem most, főnök! Hullával várjuk az úri társaságot. Na jól van. Ezt megúsztad. Nyugodjon meg, én nem akartam felizgatni. Miért is izgulnék? Ide jössz és felébresztesz, és kiderül, hogy elloptad a pénzem és a lányom! Ugye, fiúk, szerintetek is semmiség? Szerencsét, hogy ma nem vagyok izgatott, mert ha izgatott volnék, te már nyakig állnál a betonba. Nem kell elsietnie a választ. Még jó! Előbb elbeszélgetek az én édes kicsi lányommal, fiacskám. Elég sok megbeszélni valójuk lesz. Addig is elmegyek. Majd válaszol, ha visszajöttem. Papa! Neked nem vagyok papa. Hé, főnök. Nem vagyok főnök. Bocs, főnök. Hadd mutassak neked ajtót. Ott az ajtó! Kimegy a házból. Jegyezd fel. Beszélhetnék önnel, Provolone úr? Nem. Liza! 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 Ishki! Liza! Liza! Már bezárod előttem az ajtód? Csak egyedül akartam lenni, papa. Már felnőtt nő vagyok. Hallottam róla. Mit akarsz ezzel mondani? Te csak ne járd meg magad, úgyis tudok a barátodról. Vagy inkább a szeretődről. Tudsz róla? Igen. Szégyent hoztál az egész családunkra. Inde csente! Papa, láthattad már, hogy felnőtt nő vagyok. Nézd! Hová gondolsz? Az apád vagyok. Na és? Hogy jöttél rá, hogy szeretőm van? Ide jött az a mocsok, hogy megkérje tőlem a kezed. Na. Most meg miért sírsz? Mert olyan boldog vagyok. Azt hittem, örökre elment. Hát jobban tette volna. Hogy beszélsz az én jövendőbeli férjemről? Nem mehetsz hozzá egy ilyen majomhoz. Ahhoz mész, akihez én adlak, Bruce Underwoodhoz. De én nem akarok Bruce Underwoodhoz menni. Az egy sznob és pattanásos. Randíztok egyszer, és elmúlik. Na rajta, verjél csak meg! Anyád meg én a legjobb iskolába járattunk. És mi lett belőled? Borzadály! Úgy nézel ki, mint egy örömlány a bardéban. Jobb lenne, ha szomorú lány volnék. És micsoda ronda zenéket hallgatsz? Bing Crosby, Cab Calloway.
Azt hiszed, nem tudom betéve a trágár szövegeiket? Hogy én mennyire el vagyok nyomva. Szeretnék úszni az angol csatornán, vásárolgatni Párizsban, heverni a honolulói homokon. Csinálj, amit akarsz, de ezt a szobát el nem hagyod. Finucci. Kani, figyeld az ajtót, a lányom nem mehet sehová. Finucci! Buongiorno, signore Provolone! Az ott az öltönyöm? Nem egyszerű öltöny. Ez egy Finucci? Sokáig készült. Gyorsat akart, vagy minőséget? Nem sietünk. Nem sietett Michelangelo, nem sietett Leonardo. És nem siet a Finucci? Guido, ez az én szövegem. Hogy a tiéd? Si è semia e scorza. Che cosa tu è scorza? No, esta Finucci parla. No, no. Elég! Fel a könyvtárba! Si. Lépcsőn, most emelnek. Hogy itt mennyi könyv van. Sose láttam ennyit. Jó, jó, csak szeretek olvasni. Signore Provolone, utoljára jöttünk házhoz, mert hogy híresek lettünk. Híresek? Bizony, uram, az egyik művünk a címlapra került. Mutass csak. Igen. Lemészárolták a kölyök képűt. Szép munka. Az öltöny is jó. Grácie. Az özvegye a temetésre is rendelt. Megmondtam, ha kifizeti az elsőt, meg lesz a másik. Ugye milyen szép? Fogja meg. Egész lágy, mint egy bébi popó. Jó. Remélem illik rám, mert bankárnak akarok látszani. Mi igazi bankárt csinálunk magából. A nadrágját vegye le. Négy millió munkanélküli. Ez igazán elszomorító, ugye, uram? Persze. Mert ismét csökkenteni kell a részvények árát. Pocsék világ. Már nem lehet úgy elmenni a klubba, hogy ne botolna koldusokba az ember. De vagy inkább hátrányos helyzetűekbe. Nehéz időkben nehéz döntést kell hozni. Hát ezért is jöttünk össze, uraim. Jaj, ne! A gyomrom. Megértőbbeknek kellene lenni. Annyira még nem vagyunk megszorulva, hogy Franco Provolone a cégtáblára kerüljön. Nem kerülne a cégtáblára. De a pénze a mi kasszánkba folyna. De uram, hogy kerül egy gangster a köreinkbe? Ex-gangster. Vagy ha így jobban tetszik, a rablók bárója. Mint J.P. Morgan vagy John T. Rockefeller. Azoknak legalább nem volt közismert gúny nevük. Bízzák csak rám, Provolone urat. Lehet, hogy kell az a mocskos pénze, de nem tapsolok hozzá. Ó, Nóra! Annyi mindenről álmodom. Szeretnék repülni léghajóval, elmenni egy jó kis mulatóba. Ópiumot szívni egy kínai barlangban. Teljesülnek majd az álmai. Meglátja. Elszúrták az életem. A férjed menés volt az utolsó lehetőség, hogy kiszabaduljak innen. Hát, ha a börtön ilyen volna, nem volna rossz. Tudja, egyszer elmentem a színházba. Igazán, és mit vettél fel? Nem érdekes, de volt a darabban egy lány, aki azt mondta az apjának, hogy terhes. Így kényszerítette, hogy férhez adja a barátjához. Ha én azt mondom, hogy terhes vagyok, az apám megöl. Akárhogyan is, de így aztán kijut a házból. Bankár nyakkendőt is adok. A bankár öltönyéhez. Válasszon. Harsány, csíkos, tarka, fakó, Franco.
úr! Mi van? Nem látja, hogy próbálok? Provolone úr, a lánya kéreti. Már megint? Életbevágóan fontos ügyben. Már megint mit akarsz? Apám, édesapa, mondanom kell valamit, ami nagyon megrázhat. Apám, úgy döntöttem, hogy elvonulok a világtól. Most akarsz apáca lenni? Arról már lekéstél. Édesapám, olyan házba megyek, ahol leányanyák szülik meg gyermekeiket. Micsoda! Rosszul van, főnök. Hát nem vettem el a fegyvereidet? Félretettem. Vészhelyzetre. Na ide vele. Pakolj ki. Ez minden? Mint a német fegyverletétel. És most ki innét! Magamra emelem ezt a fegyvert azok után, amit tettél velem és az anyáddal. Micsoda szégyen! Sajnálom, apám. Már pakolom is a cuccaimat. Nem mész innen sehová sem! Férjhez adlak ahhoz a szeméthez, csak előbb meg kell találnom! Apám, meggondoltad magad? Hát mi más tehettem volna? Az esküvő után beköltöztök a szép tágas földszinti lakosztályba. Miért a földszinti lakosztályba? Mert miután eltörtem a lábait, nem tud többé lépcsőt mászni. Ez érdekes. Valami nő keresi. Nem érek rá, jöjjön máskor. Nem megy el. Miért nem? Azt mondja, hogy... Tudom. Életbevágóan fontos ügy. Basta, Finucci. Mit tehetek önért, Miss... Tereza. Tereza. Beszélhetünk négy szem közt? Hát persze, menjünk fel az irodámba. Mindegyikötök így edzene, nem volnátok nyápic legények. Provolone úr, butaságot csináltam. És pedig? Beleszerettem egy férfiba, úgy hívják Anthony Rosano. Igaza van, butaság, mert az a fiú már elég érkezett. Kinek? Én nekem. Hogy érti ezt? Épp az imént kérte meg az én lányomat. Tehát már itt járt? Igen, de maga szép és fiatal, és annyi jóképű fiatal ember futkároz az utcán, úgyhogy ha megbocsát... Maga ezt nem értheti, Provolone úr. Én becsaptam Antonit. Azt mondtam, hogy a maga lánya vagyok. Mit mondott neki? Azt hiszi, maga az apám. Amikor tehát megkérte a lánya kezét, akkor én rám gondolt. Akkor még csak nem is ismerheti a lányomat, és ez jó! Dehogy is jó, borzasztó. Akkor ki csinálta fel? Annyi apja lehetett volna, miért épp engem választott? El akartam hitetni Antonival, hogy gazdag családból származom. Tudja, ő megkeresi a havi 1400-at. Csak 1200-at! Amikor a nevemet kérdezte, megláttam a maga képét az újságban. Ezért mondtam, hogy a maga lánya vagyok. Értem már. Fogalmam sem volt arról, hogy maga egy gangster. Úgy értem,
Nem tudtam, kicsoda. Azóta miért nem mondta meg neki? Mert örült neki, hogy a maga lánya vagyok, és tudtam, hogy magának dolgozik. Vagy inkább saját magának. Szóval, Provolone úr, nem akarom, hogy Anthony mástól tudja meg az igazat. Jó, még megugran az 50 rongyommal. Lássuk csak. Hopp, befem. Én nem mondom meg, hogy maga nem az én lányom, ha maga is megtesz nekem valamit. Ó, akármit, Provolone úr. Itt kell maradnia, amíg elintézek a fiúval egy-két apróságot. Hm? A szobában maradok, megígérem. Kani, figyeld az irodámat, nehogy a lányom kijöhessen onnan. Hogy került oda, amikor ebben a szobában volt? Az nem Liza, Tereza. Hát két lánya van. Figyelj, a harmadikban 40 dollárt teszek a nagy kalapra. Tehát 40 dollárért tedd meg a virslit. Az jól feldobja a garnírunkat. Áldó, hol van Anthony? Az elment. Azt én is tudom. Kerítsd elő nekem, ha kell, akár a föld alól is. Hogyan? Amikor lazathoz füstölök. Pakold el, hozd ide a fiút, és dugd el valahová. Csak ne az irodába. Figyeljen, főnök. Egy napja tért jó útra, és már is ki van. Az öreg embernek már úgyis mindegy. Amit ígértem, megígértem. Beszélhetnénk végre? Most. Most? Nem. Finucci! Angelo! Most pihenj! Angelo! Sofia! Édesem! Te vagy az első, akinek ma reggel örülni tudok. Belle! Ez volt az utolsó csepp. Betelt a pohár, és nem ülök többé az őrült sofőröd mellé. Csodán Joe volt. Elvitt a misére, és bömböltette a motort a templom előtt. Á, csak rossz szokásból. Miért rúgtad ki Oszkárt? Az igazi sofőr volt. Ne törődj vele, most sokkal fontosabb dolgunk van. Miért? Mi a baj? Jézus Mária, Szent József! Kislányom! Édes kicsi lányom! Éppen most hallottam apámtól. Mama, bocsáss meg, mama! Ez nem a te bűnöd. Az ő hibája! Az én hibám? Igen. Teljesen elnyomtad őt. Börtönben tartottál akár egy kék szakál. Te sem vagy éppen hófehérke. És kiről vett volna példát? Tele a ház csibészekkel és bérgyilkosokkal. Nagyon jól tudod, hogy nekem itthon is dolgoznom kell. Ki tette ezt veled? Mondd meg szépen. Aputól kérdezd, ő már beszélt vele. Mondd, ki volt az? Majd a lányod, majd ő megmondja neked, hogy ki volt. Oszkár volt. A sofőr! Mitől vagy úgy meglepődve, hiszen tudtad? Persze, hogy tudtam. Csak nem sejtettem. Mindjárt jövök. Őt akarta. Hát itt van. Most beszélgetünk. Angelo, nem fejeztük be? Ó, nem tudtam, hogy dolgod van. Ugye maga Provolone asszony? Tiszteltetem. Sofia, kicsi Anthony a könyvelőm. És a jövendőbeli veje. Éppen most kérte meg a kedves lányát. Lizát? Nem, dehogy is Lizát, a másikat. Milyen másikat? Tudod, a másikat. Azt, amelyik nem Liza. Törődj inkább a lányaiddal. Én... Nem tudtam, hogy két lánya van. Ez a ház ma tele van meglepetésekkel. Na, Anthony. Nem tudom, észrevette, de a feleségem kissé hideg volt. Észrevettem. Mi baja velem? Hát az, hogy hozományvadásznak néz. Na nem, ilyesmi eszembe sem jutott. Hogy bizonyíthatnám be az ellenkezőjét? Könnyen. Emlékszel még a tőlem síbolt 50 rongyra? Esküvő után a lányának fogom adni. Esküvő előtt is neki adhatod. Írjál egy csekket. Ez bizonyítaná, hogy nem a pénzért akarod elvenni Lizát.
Terezát. Jó, jó, tudod, hogy mindig összekeverem őket. Ülj le. Van egy kis bökkenő. Tinta kell? Nem akartam bankba rakni a pénzt, hiszen tudja, milyen idők járnak. Mm. Én drága kövekbe fektettem be. Gyémántba, smaragdba, egyebekbe. Tökéletes jegyajándék, a nők szeretik a bizsút. Már is megyek érte. Fiacskám, ha akarod, adok melléd két kísérőt, hisz mégiscsak jobb az óvatosság. Ne izguljon, mindjárt jövök. Papa. Nagyon várom. Fia. Nyomorú csimlis féreg. Jó a kedileket sikálja. Nem az, hanem a másik, Oszkár. Már kirúgta. Tudom, hogy kirúgtam. Hol lakik? Honnan tudjam, hogy hol lakik? Én tudom, hol lakik. Hol? A gyombolyban. Menjetek oda Csótán Joe-val és hozzátok ide. Csak hogy már nincs ott. Akkor most hol van? Elépett a seregbe. Európába vitték. Belezúgott egy bigébe, ahogy lenni szokott. Mégse vehette el, mert a csajapja egy igazi lökött fazon volt. Ó, igazán? Hogyne. Szerette a lányt, de nem bírt volna azzal a szemét abóssal. Befognád végre a pofád? Rosszat mondtam. Beszélnem kell önnel, Provolone úr. Később. Na, Provolone úr. Elhagyom ezt a házat, és Underwoodhoz megyek. Underwoodhoz? Úgy érti, Bruce-nál fog dolgozni? Feleségül vesz engem. Magát veszi el, őt én akarom! Mármint a lányomnak. Itt ismertem meg, Lizánál. Oh, már az első látásra megszeretett. Gratulálok hozzá. Ki van rúgva? Maga engem nem rúghat ki. Felmondok! Megnézheti az ajánlólevelét, kislány! A fenébe! A cselédnek jut a jó parti, a lányomnak meg a sofőr. Már is szólok Tuminak, hogy siessen ide. Ez itt túl szoros? Á, majd én meglazítom. Fogd be a pofádat, Mussolini! Gyerünk, fiúk, nincs sok időm. Angelo, beszélhetnék veled négy szem közt? Ne törődj velük, csak olaszul értenek. Éppen most jártam Liza hálószobájában. Nem te vagy az egyetlen. Angelo, szégyenfolt esett a kislányunk becsületén. Elő kell kerítened Oszkárt! Oszkár meglépett, már nincs is az országban. De hát a kicsinek apa kell! A kicsinek van apja, csak Lizának nincs férje. Férje, férje, honnan szerzünk egy férjet? Ne nézzen így. Mi házasok vagyunk. Szív, van feleségünk. Ha, nekem 10 bambinom, van neki 8. Dehogy van 10. Hát, hogy ne volna 10. Na, ott van. Anna Maria, azután Salvatore, Fabrizio, Antonio, Mario, a nagy meg a kicsi Luigi, na és aztán Giuseppe és Figaro. Figaro nem a tiéd, azt a postás csinálta. Csak viccelt. Kértem a Finucciak név sorát. Scusi. Megbocsátok. És a fiú valaki az előbb volt itt. Nem a lányunkat akarta megkérni? De, csak nem Lizát, hanem a másikat. Miféle másikat? Hát azt, amelyik nem Liza. Nekünk nincs olyan lányunk, aki nem Liza. Azt hiszed, hogy én nem tudom? Nekem fogalmam sincs róla, hogy miket hordasz össze. De ha szeretsz engem, ha valaha is szerettél, kerítesz a lányomnak egy férjet! Már megint jön. Harmadszor. Egy kisebb fajta fekete táskával. Üzenjetek haza, hogy ne várjanak. Sokáig maradunk. Ott beveszünk szét, kiengedünk benne. Biztos, hogy ez a szabás egészen bankáros. Itt hozom, közkívánatra visszajött. Finucciék, kifelé! Te hozod szóba számlát, de te mondod meg az összeg. Tudod, hogy ez nem az én dolgom, az elmény. Nagyjárt már régen megállapodtunk. Ne. A
Akkor Provolone úr, beleegyezik, hogy elvegyem a lányát? Fiacskám! Ó, Provolone úr, én olyan boldog vagyok. Most hová mégy? Megmondom Terezának az örömhírt. Ne olyan hevesen, nekem is van egy jó hírem. Mi lehet jobb annál, hogy elvehetem a lányát? Az, hogy gyereke lesz. Oh. Tereza terhes. Tereza terhes? Ki az a Tereza? A lányom, te bunkó! Látnom kell őt. Az élet az elszáll. Most még itt vagy, és elég egy pillanat. Bizony, ez így van. Böhöm Lajcsi is így végezte, szörnyű halált halt, 25 évesen. Én is annyi vagyok, hogy történt? Ráléptek az ujjaira. És belehalt? Belehalt, pedig nagyon kapaszkodott az ablakpárkányba. A tanulság, fiam, hogy nem volt végrendelete, és minden az államra szállt. Szegény fiú. Szegény özvegy, most zöldséget árul. Tanulságos. Az bizony. Mert mi lenne, ha te meghalnál? Hogy élne akkor a lányom? Igaza van. Holnap jogászhoz megyek, és megíratom a papírt. Fiam, családon belül mi szükség jogászra? Tessék, csak írjad, amit mondok. Én, Anthony Rosano. Várjunk csak, hadd gondolkozzam. Ne gondolkodj, hanem írjál. Ha mégis történne velem valami, honnan tudjam, hogy odaadja a köveket a lányának? Onnan, hogy én is írok egy nyilatkozatot. És ha aláírtad a tiédet, aláírom az enyémet. Hát nem is tudom. Na, most mi a hézak? Mi lenne, ha megírnánk egyszerre? Aldo, te leszel a tanú. Ugyan már főnök ismeri a szabályt. Ne tanúskodj, tovább élsz. Te vagy a tanú. Akkor kezdjük háromra. Egy, kettő, három. Én, Anthony Rosano. Én, Franco Provolone. Ezennel kijelentem. Átadom azt az 50 000 dollárt. Én vagyok az apja. A lányomnak, miután hozzáment. Provolone kisasszony gyerekének. Anthony Rosanohoz. Kész. Igen. Írd alá. Csak magával. Aldo, te vagy a tanú. Tanú? Böhöm Lajcsi is tanú volt, és hogy végezte. Elég legyen már. Add a papírod. Előbb a magáét. Na jó, cseréljük egyszer. Jó, nagyon jó. Jöhet az élvezet. Azt hiszem, ismeritek már egymást. Jól van, Kani, ne törődj semmivel, csak figyeld tovább a másik lányomat. Finucci. El kell mondanom valamit. Tudom, miről van szó. Tényleg? Ülj le, drágám. Ne áldogálj a te állapotodban. De hát miről beszélsz? Hiszen gyereket vársz. Apád elmondta. De én nem vagyok terhes. És ő nem az apám. Mi? Provolone úr nem az én apám. És ő tudja, hogy nem az apád? Hogy ne tudná, hogy nem az apám? De miért olyan fontos ez? Szóval ő tudja, hogy nem vagy a lánya. Igen. Hazudtam neked, kedvesem. Bocsáss meg. Az a rohadék. Mi a baj? Kicsalta a pénzemet. Anthony, csak azért tettem, mert szeretlek. Féltem, hogy elveszítelek. Vissza kell szereznem. Micsodát? A pénzt, mi mást? Téged sokkal jobban érdekel a pénzed, mint én. Ne, dehogy. Kérlek, hadd gondolkozzak. Örülök, hogy kiderült, milyen is vagy, mielőtt késő lenne.
Tereza, gyere vissza! Tereza! Még jó, hogy nem vagyok terhes. Mi a fenét csináltál vele? Vigyázz az utamból! Hogy a fene? Tess innen rá! Tereza! Tereza, gyere vissza! Túl nagy a nyüzsgés. Készül valamire a Franco. Gyanús a csend. Provolone készül valamire. Bravo! Az öltönye. Remek mű. Persze, hiszen Finucci. Ti Finucciak tudjátok a dolgotokat. Megérdemlitek a 150 ruppót. Már is megírom nektek a csekket. Nagyon szeretnék beszélni önnel, Provolone úr. Finuccik, kifelé! Hol is nyílik? Na, megvan. Szóval, miben segíthetek, fiam? Gondolom, most büszke magára. Apám is büszke volna. Visszaszereztem a pénzemet, és senki se halt bele. Nem az övé, becsapott. Nem tenném a helyedben. Elfelejti, Provolone úr, hogy ön jó útra tért. Igazad van, én jó útra tértem. De ők nem. Ecco. És kik ezek? Nem ismered a Finucciakat? Ők a leggonoszabb bérgyilkosok az országban. Nem is látszanak gonosznak. Scolpa? Si, Scolpa. Non è Scolpa. È Scolpa. Si, c'è cavallo. Si, dove? Ah, Scolpa. Si, si, si. Ne tévesszem meg. Egy szavamba kerül, és... De Anthony, ha mégis inkább a köveket szeretnéd, megkaphatod, csak oltár elé kell vezetned a lányomat. Az igazit? Persze, hogy az igazit. Lisa Provolone. De hát soha sem láttam őt. Na és a nyilatkozat? A bíróság elfogadja. Adja vissza! Az írás szerint te vagy a lányom gyerekének az apja. Azt akarja mondani, hogy az igazi lánya terhes! Miért? Akkor mi a baj? Nem veszem el Lizát! Terezát akarom! Anthony, Anthony, drága fiacskám. A gyerekem gyerekéről van szó. Nem érdekel! Jó! Filucsék! Jól van, szóljon a kutyáinak! Finucci, ül! Okos döntés. Már is hozom a mennyasszonyt. Ideje, hogy megismerkedjetek. Megmondaná szinyor Provolone-nak, hogy sietünk? El kell intéznünk még egy fickót 11-kor. Naponta többet is csinálnak? Ó, előfordul egy napi 8-at is. Kapós ez a fazonvágás. Sőt, ha egyet kihagyunk, hétvégén pótolnunk kell. És azt nem szeretjük. Mert van családunk. Maguk szerint ez normális üzlet?
Számunkra művészet. Mutasd a képet. És mit szól ez? A kölyök képűt lemészárolták. Maguk csinálták? Hát ki más? Hát Szefinucci. Ez nagyon jó reklám nekünk. Lehet, hogy egyszer megcsináljuk magának is. És ha mi csináljuk meg magának, senki sem fogja felismerni. Ke kóza fáj. Maga nagyon sápadt. Rosszul van? Ez a fiú feleségül akar venni. Légy kedves! Nekem Oscar kell! Én is elkaptam volna, de meglépett. Így Anthony viszi el a balhét. Nagyon szépen köszönöm. Hol marad a szerelem? És hol marad a románc? És a nász éjszakáig tartó ártatlanság? Angelo, kérlek, ne a személyzet előtt. Hidd el, hogy ez nem is személy. Gani, menj és tömd meg a fejed. Lányok. Liza, ez a te jövendőbelid. Anthony Rosano. Liza. Hello. Hello, Liza. Látod, már meg is kedvelték egymást. Azt mondják, a kényszerházasság is jóra fordulhat. Oscar csinosabb volt. Ki az az Oscar? A sofőr. Tehát a sofőrtől terhes a lányuk. Miért nem futsz mindjárt a bulvárlapokhoz? Angelo, hagyjuk magukra a szerelmeseket. Jó ötlet. Hát csak szépen ismerkedjetek egymással. Csak döntsél gyorsan, mert délre jönnek hozzám. Ez a legjobb férj, akit szerezni tudtál? Inkább örülni kéne, hogy van. Finucsik! Szóval, maga Oscartól terhes. Magához mennék, ha nem volnék úgy. Hisz nem akar hozzám jönni, és én is mást szeretek. Talán én nem. Akkor miért csinálja ezt velem? Mert bármit megteszek, hogy kiussak innen. Magam is így vagyok. Szeretnék Afrikában szafarizni, spanyolba bikaviadalt látni, szeretném megmászni az Empire State Buildinget. És én mit csinálnék addig? Oscar kölykére vigyáznék? Mindig ilyen utálatos. Sőt, ocsmány vagyok. Maga brutális vadállat. Látni sem akarom a mocskos képét. Az esküvőig. Nekem még jobb lesz. És külön fogunk élni. Jól van. Viszlát az oltárnál. Na. Talán a tisztelendő úr. Á, Dr. Poole. Jöjjön, csak a főnök már várja. Aldo, tudja-e, mit követett el? Mit? Kihagyta a módosító szóban a szóvégi R hangot. Hm? Tényleg? És mennyit ülök majd érte? Maradjon, csak mindjárt jön a főnök. Elragadó. Aldo a nyelvi anomáliák kincsestára. Hallok ám. Middlesex. Mi? Middlesex megyei New Jersey-ből, ugyebár? Igen, New Brunswick-ból. Mindjárt tudtam. Tudja, a New Jersey akcentus egyre nazálisabb, minél délebbre megyünk. Maga csodálatos tehetség, doktor. Felléphetne vele a cirkuszban. Fiatalember, én komolyan tanulmányozom az angol nyelvet. Utazásaim során 2700 szubdialektust fedeztem fel az Egyesült Államokban. Mert ott van például a kelet-texasi hangzóvesztő nyelvjárás. Ez a sok utazás tönkreteheti a családi életét. Hát, nem voltam annyit anyámnál, mint szerettem volna, de vannak macskái. Egy ilyen nagy tudósnak nincsen felesége. Én mindig csak a munkára gondolok. A hétvégén elmegyek Epelecsbe, ahol a szénbányászok helyi szakszókészletét fogom tanulmányozni. Ugye, megvár, doktor úr. Úgyis van itt dolga, nem de? Hogyne. Provolone úrnak tartok beszédgyakorlatot. Jó hír.
Nem kell hozzám jönnie, találtam mást. Kit? Egy nagyon csinos és intelligens férfit, aki rajong magáért. Dr. Poole-t. Na, Dr. Poole-t? Fúj! Micsoda ötlet! Akár az apám lehetne. És ami fő, a gyermekének is apja lehetne. Miből gondolja, hogy elvenne engem? Mert szereti magát. Szenvedélyesen, ő maga mondta. Nekem sosem szólt róla. Milyen különös, ugye? A férfi, aki igazán a szavak embere, nem meri kimondani a legfontosabb szót. Milyen megható? Tudtam, hogy így érez. Maradjon itt. Finucci ki, Finucci be, Finucci ki. Akár a kutyának. Liza! Anthony azt mondja, hogy most Dr. Poole szereted. Igen, így van. Na látod. Mi? Őt szeretem. Olyan édes, olyan intelligens, olyan művelt. Más, mint a te gorilláid. Verd ki a fejedből Poole-t, Anthonyhoz mész. De én Thornton-t szeretem. Neked csak úgy Thornton? Hagyd már abba a bőgést. Ő a legérzékenyebb férfi, akivel találkoztam. Én talán nem vagyok érzékeny. De Liza, Liza, elég! Ha Poole-t akarod, mehetsz Poole-hoz, de most már hagyd abba a válogatást, mert ő a harmadik vőlegényed ezen a délelőttön, és még nincs 11:30! Nézze, Provolone úr, most már van másik férj, visszakaphatnám a nyilatkozatot? Nem adom vissza. Tartalékban maradsz, amíg a pasas nem lesz biztos. Reggelt, Doki! Ejnye, ejnye, Provolone úr! Hol van az a jó? Ebben itt. Nem, nem, a szóhasználata rossz. Jó reggelt, Dr. Poole! Igaza van. Neked meg nincs más dolgod? Rengeteg dolgom van. Viszlát, Provolone úr! Viszlát, Dr. Poole! Nézd csak, megint elmegy egy fiú. És ott jön egy pap. A saját kockázatára, atyám. Aldo, rég láttalak a misén, fia. Tényleg, atyám? Nem is tudom, hogy miért. Nos, emlékszik, Provolone úr, a beszéd a legfontosabb eszköz gondolataink átvitelére. Jó, doktor, de mikor fogok úgy beszélni, mint egy bankár? Mondja utánam. Répa retek, magyarró, korán reggel, ritkán rikkant a rigó. Répa retek, magyarró, korán reggel, ritkán... Répa retek, magyarró, korán reggel, ritkán rikkant a rigó. Répa, meg retek, meg magyarró, meg... látja, Doki, már megint nem megy. Sose fogom én ezt megtanulni. Ne adja fel, Provolone úr! Próbáljuk meg új módon megközelíteni. Rendben. Mondja utánam. Rokkó a rumos rabló rácsapott egy ragyogó drágakő rakományra, de rettentő rémesen ráfaragott. El tudja mondani? Rokkó a rumos rabló rácsapott egy ragyogó drágakő rakományra, de rettentő rémesen ráfaragott. Sikerült? Persze, hogy sikerül, ha van értelme a szövegnek. Elnézést, Provolone úr. Elmegyek most, ha nincs ellene kifogása. És még mit keres itt? Hogy mit? Van itt egy apróság. A heti bér, amivel tartozik. Magának kéne fizetni, hogy megismerhette Underwoodot. Olyan boldog vagyok, hogy nem kell tovább itt maradnom. Mostantól nekem is lesz saját cselédlányom. Ha magára hasonlít, nem lesz öröme benne. Micsoda szemtelenség! Ezt a nőt azonnal felfüggeszteném.
Én már nem tehetek ilyet, de egy pillanat alatt kirúgtam. Tudja mit? Beszélgessünk egy kicsikét inkább a lányom problémáiról. Tényleg? Pedig olyan szép kerek diftongusai vannak. Lehet, hogy az hozta rá a bajt. Tudja, a lányom 18 éves és férjhez akar menni. Na hát ez ragyogó. És ki lesz a férje? Maga lesz, Doki. Hát ez csodálatos. Mi? Ugyebár jól tudom, hogy nem nős. Ó, nem, persze, hogy nem. Mit szólna egy szép kölyökhöz? Gyerek, hát szeretem. El van intézve. Elintézve? Nem is voltam nővel. Egy kis méz a madzagra. Biztos tehetnék valamit, hogy megvalósuljon egy álom, az öné. Hát, most, hogy így mondja, szeretném elküldeni anyámat Baden-Badenba. Van ott egy orvos, aki állítólag csodákat művel az epehólyaggal. Már mehet is a legelső hajóval. Még valamit? Hát jó volna még egy pulféle nyelviskola. Már látom a cégtáblát. Oké, Doki? Hát, én nem is tudom. Olyan hirtelen jött az egész. Íme, ez itt a sorsa kulcsa. Mi van benne? A mama epehólyagja, a nyelviskolája és minden álma. Tessék! Ne hozzon zavarba. Rögtön jövök. Nora! Hová parancsolja? Regency Gardens. Nora! 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 Most Provolone jött ki a fekete táskával. Mi lehet benne? Piszkos pénz, mi más? Most megvan. Hívom az erősítést. Hogy az a... Jó, mindenható. Csáp és bordály. Elnézést, hogy megvárattuk, Clemente atya. Angelo, emlékszel Clemente atyán? Reggelt, atyám. Köszönöm, hogy olyan gyönyörű temetést rendezett apámnak. Örülök, hogy megtartottad az ígéretedet. Az atya adományért jött a templom építéséhez. Ó, és még miért? Hogy gratuláljak a lányok házasságához Underwooddal. Sajnos egy kis változás történt, atyám. Egy kedves olasz fiúhoz megy, Anthony Rosanohoz. Nincs is jobb, mint egy szép nagy olasz esküvő, Anthony Rosano. Nem, atyám, a helyzet változott, nem ahhoz megy. Mi? Hát az nagy kár, de még fiatal, megtalálhatja az igazit. Már meg is találta. Kit? Dr. Poole-t! Dr. Poole-t! Hello! Menjen a szobájába! Jóra való fiatal embernek látszik. Miért menne Dr. Poole-hoz? Hiszen alig ismeri. Talán így volt a sofőrrel is. Kérlek, ne gyalázd Oszkárt az atya színe előtt. Ki az az Oszkár? Miért nem megy hozzá Anthonyhoz? Mert Anthony Terezát veszi el. Ki az a Tereza? Na ne, egyáltalán nincs időm elmagyarázni. Fel kell hívnom Nórát. Ki az a Nóra? A cseléd. Ex-cseléd. Te kirúgtad a cseléde? Nem, ő mondott fel, mert hozzá megy Bruce. És az mikor volt? Mit tudom én? A zakom és a nadrágom között. Mi? Ez egyre zavarosabb. Nos, atyám, vannak az életben rejtélyek, amikor nincs más, csak a hit. Most mennem kell. Atyám, nem inna a konyhában egy csésze finom teát, amíg tisztázom a dolgot? Bocs a zavarásért, Bruce. Nóra rossz táskát vitt el, ugye elhiszed? Igen. Mondd csak, ide küldenéd a táskámat az egyik embereddel? Igen, Franco Provolone. Mit gondoltál, ki beszél?
már is meggondolta magát. Csak visszahoztam ezt a táskát, és viszem, az enyém. Ez volna az? Igen. Amint belenéztem, tudtam, hogy nem az enyém. Jó van, tűnés. Bankárokat várunk, és nem akarunk cafkát a házba. Cukrot? Ó, oh, nem. Köszönöm. Ki mondta azt, hogy szeretem? Anthony? Oh, azt hittem, maga szerelmes belém. És azt ki mondta? Az apja. Elmondta, hogy terhes vagyok? Nem, nem azt mondta. Maga terhes? Nem. Kitaláltam, hogy hozzáadjanak Oszkárhoz. Ki az az Oszkár? A volt sofőr. Bármit megtennék, hogy kiussak ebből a házból. Pontosan tudom, mit érez. Hát persze, ismeri az apámat. Ó, nem. Elég, ha anyámra gondolok. Ő is olyan... akaratos. Meg tud hát érteni, doktor. Thornton, én megértem. Liza, talán butaságot mondok. Nos, Thornton? A beszéde csodásan szép, a származása ellenére is. Ez volt a legszebb bók, amit valaha is hallottam. Thornton? Ez a sofőr lesz az alsó neműért. Én nyitom. Mit akar már megint? Mit akar már megint? Azt ott, a gyémántom. Hát persze. Hát persze, le se veszem róla a szememet. Reggel még mindenem megvolt. A gyémánt, Tereza. Most nincs semmi. Ne vedd a lelkedre. Fel se hívhatom, hiszen a nevét és a címét sem tudom. Ez a te szerencséd. Üzletet ajánlok, uram. Miféle üzletet? Nos... Hozzám nőttek a gyémántok. Emlékeztetnek a lányra. Visszavenném magától 50 000 dollárért. Ugyan honnan volna neked másik 50 rongyot? Hát loptam magától. Kari! Mi van, főnök? Maga vette el. Úgy érted, elcsaklisztál tőlem másik 50 rongyot azóta, hogy legutóbb elmentél innen? Emlékszik a Phantom társaságra, amibe a piszkos pénzt fektettük? Persze! Azt is tudja, ki a vezetője? Az nem lehet. Írtam egy csekket magamnak. A bank pedig nem kérdezett semmit. Micsoda szemét, aki képes meglopni a társait. Tehát az ajánlat. Ha visszaadja a köveket, visszaadom a pénzét. És így magát nem éri veszteség. Jól van, csúnyán átvertél engem. Ha ideadod a pénzemet, viheted a köveket. Mindjárt behozom a kocsiból. És kérem azt a papírt is, amit iratott velem. Ne aggódj, az is itt van nálam. Most megvan. Végre elkaptam.
Még egy táska. Fényes napvilágnál. Kérem a táskát. Hmm. Cseréljünk inkább egyszerre. Nem rossz ötlet. Kihívom az újságírókat is. Hadd lássa mindenki a nagy fogásomat. Minden rendben van, főnök? Miért nem csapsz valami zajt, amikor jössz? Angelo! Gyere fel az irodába, beszélnünk kell. Jól van, megyek! Kenny! Igen, főnök! Ne zabálj, figyelj! Vidd ezt a táskát föl a könyvtárba, és történjen akármi. Egy pillanatra se vedd le róla a szemedet, megértetted? Igen, főnök. Felhívtam a cselédközvetítőt, és azt mondták, küldenek valakit. Emiatt kellett feljönnöm. Angelo, senki sem akar itt dolgozni. Ezért szeretném, ha kedvesebb lennél az új lányjal, mint Nórával. Nórával? Aki beházasodott az Underwood vagyomba, hálás lehetne a közvetítésért. Mit akar tábornok? Underwood úr küldte vissza Provolone úr táskáját. Kösz. Und el kell vinnem Miss Nora táskáját. Ah, jól van, lehozom a könyvtárból. Kerülj be, Fritz. Szitanszi. Vihetett. És üdvözlöm a császárod. Meglátod, jó leszek a lányhoz. Átöltözöm az ebédhez. Olyan jó magával lenni, Thornton. Olyan mélyen. Liza, jövő hónapban elmegyek az Île-de-France-on egy nyelvész kongresszusra Brüsszelbe. Brüsszel? Az Európában van? Igen. Ugye küld képeslapot. Címezze csak ide. Szenvedéseim színhelyére. Nem tudom, hogy merhetem-e. Hát, szóval, hogy... Nem merem megkérni. Na nyögje már ki! Hajlandó volna oda eljönni velem. Hogy én? Dr. Poole! Jöjjön, beszélgessünk. Ha megbocsát. Mm.
Oké, Doki, üljön le. Hol is tartottunk? Tudom, volt egy ajánlatom, hogyha elveszi a lányom. Igen. Ajánlott egy táska női fehér neműt. Hagyja már a bugyikat a fenébe, de áll az ajánlatom, és mindenki tudja, hogy Provolone szava holdbiztos. Ez így van, Doki. Mindenki tudja, hogy tisztességes csirkefogó. Ez oximoron volt. Jaj, Doki, hogy mondhat ilyet? Hagyja már Kanit, úgy beszél, ahogy tud. Bocsánat. Oké, Doki. Lényeg az üzlet. Elveszi a lányom, és magáé, ami a táskában van, nyithat egy nyelviskolát. Vannak, akik ölni is tudnának azért, ami most a magáé. Ugyan már, Provolone úr, sose láttam még ennyi pénzt. Nézze, micsoda kincs, és ez még nagyobb, és hopp, nézze, micsoda hatalmas címlet ez. Dr. Poole, lenne szíves kifáradni a kertbe, amíg néhány szót váltok a munkatársammal? Kérlek, javíts ki, ha tévedek. Mondtam-e, vagy nem mondtam te neked, hogy figyeld ezt a fekete táskát? Figyeltem. Egy pillanatra sem vettem le róla a szemem. Akkor hogy kerültek a bugyik az 50 000 dollár helyére? Megmondta Doki, nem vagy más, csak oximoron. Hogy válhat 50 rongy bugyivár? Ezt kérdeztem én is. Talán csoda történt. Tudja, mint a hallal és a kenyérrel. Liza, jöjjön velem. Hagyjuk ezt a bolondok házát. Veled bárhová, bébi. Bébi? Főnök, biztos abban, hogy pénz volt benne? Igen, Anthony lopta tőlem. De ellopta, hogy lehetett itt? Úgy tettek fel, hogy aztán visszahozta. Miért hozta vissza magának? Hogy visszavegye a köveket. Milyen köveket? Amiket ellopott. Köveket is lopott magától? Azért, hogy a lányomnak adja. Lizának? Nem Lizának, Terezának. De hát magának nincs is Tereza nevű lánya. Persze, mert nem is a lányom, érted már? Hogyne. A lánya nem a lánya. A zsuzsó meg, ami a kövekben volt, bugyivá változott. Ne látod? Látom hát. Csak azt nem értem, amit mondok. Csak én vagyok. Kell szürpríz. Üljön csak le, a nővér majd szólítja. Visszajött a csaj. Melyik, a Nóra? Nem, az a másik, Tereza. Tudja, főnök, az, amelyik nem a lánya. Várhat egy kicsit, most keresek valamit. Mit? Egy táskát, amilyen ez itt. Ne törődjön vele, azt már visszaadtam Underwood sofőrjének. Mit csináltál? Odafönn volt a könyvtárba, és én kicseréltem a táskákat. Nem volt ott ez a lángész? Lehet, hogy ott volt. Kani, ott voltál? Én nem láttam ott. Miért nem jár együtt két ilyen szép marha? Francba! Underdog, Underline, Underwood, Underwood. Underwood. Provolone úr várja a könyvtárba. Kani. Jöjjön. Megint jön a fiú egy másik táskával, és ti még azt hittétek, hogy Provolone jó útra tért.
Hova jövök? Nyitom már! Nocsak, visszajött a bajkeverő? A sofőröd nem azt a táskát vitte el. Intézd el valahogy, pronto! Nos, mivel szolgálhatok? Lehetne négy szem közt. Kané, kifelé. Hadd maradjak, főnök, ha kimegyek, elveszítem a fonalat. Na jó, maradj, de pofa be. Én olyan boldogtalan vagyok. Butaságot csináltam. Ezt már tudom, megbeszéltük. Nem, ez más. Elhagytam Antonit, akit a legjobban szerettem. Aranyom, ez volt a legjobb, amit csak tehetett. Mindenütt kerestem, még a lakásán is, de nem volt ott. Nem tudja, hol találom. Nem, de feltehetőleg most lop tőlem újabb 50 rongyot. És ha most megbocsát, fontos dolgom van. Lehet, hogy mégis tudom. Hol van? Közelebb, mint gondolná. És ha itt marad hugocskám, rám bízhatja a dolgot. Azt hittem, hogy a lánya. Pofa be! Szóval, kicsi Anthony, azt hitted, hogy átverhetsz engem. Hová gondol, Provolone úr? Készpénzt adtam az égkövekért. Na és az hogy változott bugyivá? Milyen bugyivá? Én tudom, a cseléd bugyijává. Kané, kérlek. Franco, nem adom vissza ezt a táskát azért a másikért. Nem tudom, miről beszél, de az égkövek magánál vannak. Hát nem marha nagy kujon ez a srác. Visszaadja a saját pénzemet. Hé, Kané, vigyázz rá. Miket beszélek? Na, szóval most visszaadnád a gyémántjaimat, ha? Igen. Rájöttem, hogy rajtam már a világ összes gyémántja sem segít. Terezát nem pótolja. Ez a fiú költő? Ha találkozik még vele, mondja meg neki, hogy szeretem. És nem akartam megbántani. Tereza bent van a könyvtárban. Hát itt van. Igen, és imád téged. Anthony, kérlek, bocsáss meg! Nem! Az egész az én hibám. Én nyitom. Lehet, hogy Underwood sofőrje a pénzemmel. Hagyj csak! Hello, engem a munkaközvetítő küldött. Ne haragudjon, ha rövid leszek, de fontos vendéget várok. Üljön le, hölgyem. Nem akarom föltartani, Provolone úr. Itt vannak az ajánlásaim. Értek a házvezetéshez, tudok főzni. Nem ért véletlenül az ajtónyitáshoz is. Jó, mindez nagyon szép. Mondja. Mióta szolgál? Az első állásom James Bonomónál volt. Campo Jimmy Bonomónál? Hallod, Aldo? Campo Jimmynél szolgált. Emlékszel rá, ideges fickó volt? Hát persze, hogy emlékszek. Rendes apsi volt, mintha itt állna előttem. Mikor is halt meg? Várjunk csak, 27 évesen is ülve. Hát ez nem igaz. Én is az ő sofőrje voltam. Az volt az első helyem a szakmában. Így volt, Franco. Na. Roxy? Emlékszel még rám? Hogy emlékszek-e? Hát hogy tudnám elfelejteni az én legelső... Mit szóltok hozzá? Milyen kicsi a világ? Tisztára bele voltam zúgva. Aztán... Hirtelen eltűntél. Miért? Hát a környezet nem volt épp a legjobb a kislányom felneveléséhez. Gyereked is van? Ő most már felnőtt nagylány. Nem sokára férjhez megy. Úgy örülök, hogy látlak, Roxanne. Ki a lány vőlegénye? Ó, az egy nagyon sikeres könyvelő. 1400-at is megkeres. Havonta.
Ó, az már szép summa. Várjunk csak. Mondd azt a fiút, nem úgy hívják, hogy Anthony Rozzano. Ismered? Ismerem. Néha azt kívánom, hogy bár ne ismerném annyira. Na csak, a te lányod akkor Tereza. Hát Terezát is ismered. Hogy ne ismerném, miután ő a lányom. Akkor te hát mindent tudsz. Mit tudok? Hogy te meg én, szóval mi... Hát nem érti, főnök? Az ő lánya a magáé. Tereza tényleg a maga lánya. Hát ez marha jó. Nem igaz. Miért lepődsz meg? Semmi nem vagyok meglepődve, csak ezen. De azt mondta, tudtad, hogy a lányod. Tudtam, hogy az én lányom, de nem hittem, hogy az apja vagyok. Megmondtam volna. De nem tudtam, hol vagy, mert otthonba küldtek. Jól van, ne sírj, semmi baj. Máma, nagyon hullámzanak az érzelmek. Apám egy szülő otthonba küldött Terezával. Azt mondta, szégyent hoztam a családra. Micsoda tök fej volt. Nem akartam mindezt elmondani neked, mert féltem, hogy megharagszol ránk. Ó, nem, Roxy, miért volnék mérges? Csak ne sírj már, kérlek. Angelo! Mondd, ki ez az asszony? Az új cseléd. Azért ne kényeztesd ennyire a hölgyet. Na és miért sír? Mert boldog, hogy nálunk dolgozhat. Majd megbánja. Gyere, hadd mutassalak meg valakinek. Ki van itt? A lányunk. Tereza itt van. Hmm. De miért? Az egész úgy 8:30-kor kezdődött. Pofa be! Aldo, hívd ide a lányt. Tereza! Látod, milyen rossz a modora? Mama! Mit keresel te itt? Beszélgetek apáddal. Apámmal? Ideje megtudnod, hogy te a Franco Provolone lánya vagy. Provolone úr. Ó, mama! Most már tényleg szólíthatom papának. Ne próbálkozz, mert agyon csaplak. Figyeljetek ide! Fontos bejelentésünk van? Mi történt, Lisa? Én és a Doki eljegyeztük egymást. Aldo, vigy elő egy pár üveg peskőt, mert ünnepelünk. Micsoda boldogság. Lányaim. Gratulálok, Doki. Gyűhetnek már a mézes hetek? Vigyázzon, Kani. Nagyon kilóg a dialektusa. Essünk túl rajta hamar, mert vissza kell mennem egy kölcsönügy miatt. Egészen biztos a dolgában, hadnagy? Hé, hey, Tumi! Ezt nézzétek meg! Ezek a nagymenők! Obenion bandájának tagjai! Nézzék, nyitott ajtóval vártak ránk. Gyönyörű szép nap ez a mai. Mindkét lányom férhez megy. Mi az, hogy kettő? Drága feleségem, az ott Tereza, a lányom. A lányod? Csak most jöttem rá. Én is. Ha ő a te lányod, ki az anyja? Én vagyok. Gyereket csináltál az új cselédnek! Elnézést! Lehet, hogy rosszkor jöttünk? Nem, uram! Jöjjenek! Itt a pezsgő, főnök! Áldó, te féleszű tiltott italt hozol! Nem tudod, hogy szesztilalom van? Hogy ne tudnám, abból szedtük meg magunkat. Erg az ergek, bavankárok! Vagy soha neki rá! Ó, csak a hajú avatás miatt van pezsgő. Bizony, nem könnyű manapság jó inast találni. Bocsássatok meg, de üzleti tárgyalásom van az urakkal.
tessék. Fecsegő Charlie úr keresi önt. Fizeti a hívást? Jó, adja csak. Halló, Benedetti úr? Mi van? Tudsz valamit? Esemény van, Benedetti úr. Ahogy vártuk, négy nehéz fiú ment be a frágóhoz. Köszönöm, Fecsegő, ezért egy százas jár. Egy százas? Nagyon szépen. Köszönöm. Ahogy sejtettem, ott van Obenion. Oké, most lecsapunk rájuk, mégpedig azonnal. Egy százas. Hozzatok pizzát. Egy óra múlva itt vagyok. Kaphat egy külön irodát. Külön titkárnővel, telefonnal, gyönyörű szép kilátással. És kulcsot a luxus nyaralóhoz. Csak szavazatot nem kap. Mi? Hát nézem csak. Mi úgy gondoljuk, hogy többet segíthet a tanácsaival. Csak addig, amíg beletanul a bankszakmába. Hogy úgy mondjam, csendes társként. Javítsanak ki, ha tévedek, de annyi pénzért, amennyit beteszek. Jár a szavazat. Ha szabadna felhívnom a figyelmüket, uraim, a B függelékre. Ó, vagy úgy. Az csak mentesíti a bankot a felelősségtől. Igen. Hogy Provolone úr... Hogy mit ne csináljon? Ne kövessen el súlyos hibákat. Ne csodálkozzanak rajta, hiszen mindenki tudja, hogy honnan jött. Anthony, az urak nem bíznak bennem. Úgy látszik, hogy nem. Dehogy. Provolone úr, ezek a záradékok magát épp úgy védik, ahogy minket. Lenne szíves aláírni? Kérem. Jól van, elég a játékból, fel a kezekkel! Kinyúlvasztom, aki megmozdul. Hadnagy úr, micsoda meglepetés! Örülsz, mi? Mondtam is reggel az asszonynak, hogy át kéne hívni Tumit egy tejára. Azt hiszi, hadnagy úr, hogy mi üzletelünk ezekkel? Csak azért jöttünk, mert fenyegetett. Így van, erőszakot is alkalmazott. Csak nyugisan, Enyves. Ő Enyves Frisketti, Obenion főgóri. Rendkívül örülök, hogy dolgozni látom, hadnagy. Köszönöm. Ez az ember a hírhet penge, Fitzsebersty. Mit mond, kérem? Most repül a kismadár. Nézd csak, e feket hadnagy. Az Egyetemi Klub, Harvard Vendiák Klub, Republikánus Nemzeti Bizottság, Városi Kereskedelmi Igazgatók Testülete, Városi Kereskedelmi Kamara, Pénzügyi Tanácsadó Bizottság, Elnök Választási Bizottság, Bankigazgatók Klubja. És két jegy a rendőrök pályára. Vagy ti vagytok valódiak, vagy ezek a legjobb hamisítványok, amiket valaha láttam. Remélem, elégedett hadnagy. Jaj, majdnem elhittem, hogy ő az Enyves Frisketti. Én ezt nem értem. Mit keres Provolone négy bankár társaságában? Talán egyesülünk. Fogd be, Franco! Megvagytok! A táska! Rajta, fiúk! Keressétek azt a fekete táskát! Azt, amit egész nap kibehurcoláztak! Ez már nem Franco. Ugye félsz? Hadnagy úr, megvan. Ahogy megmondtam, a mi Franco barátocskánk az ő bankjukban mossa a szennyes pénzét. És ez itt a bizonyíték. Készíthetik a kameráikat. Fiú, ezt ne szalasszák el, mert ez a nagy fogás. Vigyázzalak az utamból! Na, fiú, ez jól elhúzta a szennyest. Előre megmondtam, hogy ez lesz a vége, ha szóba állunk ezzel a gazemberrel. Gazemberrel? Maguk jöttek hozzám záradékkal és függelékkel, hogy kicsalják tőlem a pénzemet.
Én megszoktam, hogy csibészekkel, csempészekkel tárgyalok, de maguk bankárok beszarjak. Velem még sohasem beszéltek így egész életemben. Mert még túl fiatal. Mikor lesz a nagy mosás? Igaz, hogy gyűjti a női bugyikat? Nem lenne szívesebben, mondjuk bankőr? Elég, hagyjad a békén, idióták! Gyorsak leszünk, s kemények. Senki sem maradhat élve. Húzzunk el innen gyorsan! Félre, félre! Szűnés az utamból! Nocsak, nocsak. Vendetti úr. Hello, Tumi. Rajta, fiú! Vigyétek őket! Anthony! Tetszett, hogy elbántál azokkal a fiúkkal. Köszönöm, uram. Úgy döntöttem, te leszel a pénzügyi főnöke a Provolone vállalkozási irodának. Uram! Pápa! Kösz a bizalmat! Szóval folytatjuk a bulit? Provolone uraság. Felejtsétek el Provolone urat! Mostantól fogva főnök vagyok! Igen, főnök! Bocsánat, papa, én mindent megtettem. Akarod, Eliza és Tereza, férjedül Tornt és Antonit, Isten és ember színe előtt? Igen. Igen. Ha valakinek tudomása van e Szent Frigyet akadályozó okról, az közölje most, vagy hallgassa el örökre. Háj! Ki maga? Oszkár vagyok. Dobjátok ki. Expeditíven. Azonnal. Tegyenek le! Mit akarnak? Mostantól férj és feleség vagytok. Csókoljátok meg egymást. Magyar hangok. Gáti Oszkár, Farkas Zsuzsa, Velencei István, Harsányi Gábor, Kerekes József, Pusztaszeri Kornél, Radó Döniz, Rátonyi Róbert, Bence Ilona, Hollósi Frigyes, Maróti Gábor, Győri Ilona, Csurka László, Snell Ádám, Szokolai Ottó, Verebé Iván, Kassai Károly, Úri István, Szersény Gyula, Csíkos Gábor, Balog Erika, Hegyi Barbara, Kárpáti Tibor, Konrád Antal, Szalai Imre, Szirtes Gábor, Soproni Ági, Németh Gábor, Benkő Gyula. Magyar szöveg Csörögi István, hangmérnök Fény György, rendezőasszisztens Győrvári Judit, gyártásvezető Fehér József, vágó Csujáni Árva is ura. Szinkronrendező Kosztola Tibor. A szinkront a Mafilm Audio Kft. Készítette. Forgalmazza az Intercom. Pronto partuto la notte il giorno sembra in intorno in giro sta meglio tu cani per mia bieni mi tappi un ogli non non si dà la 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 la
Razori, petri, lanceri, palmici, amico, ma non tutto gusta. Lanceri, porci, razori, petri, amico, ma non tutto gusta. Bella risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, la 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 lera, col cavaliere, la 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 la. Che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazze, vecchie fanciulle. Qua la parrucca, presso la barba, qua la sanguigna, presso il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Qua la parrucca, presso la barba, presso il biglietto. Figaro, 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 Figaro. Figaro, ahimè, ahimè, ti furia, ahimè, ti cola, una alla volta, per carità, per carità, per carità, una alla volta, una alla volta, una alla volta, per carità. Figaro, son qua. Ehi, Figaro! Son qua, filo qua, filo là, filo qua, filo là, filo su, filo giù, filo su, filo giù. Prontissimo su come il polvere, sono affettato nelle città, nelle città, nelle città, nelle città, nelle città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo, a ti fortuna, a ti fortuna, a ti fortuna, non mi chiarrà, la 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 la